A félvilágot is befuthatod. Más ember földjén testvértelen leszel. S elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel. Szeresd a te népedet, jobban, mint önmagadat, s rajta kívül más isteneid ne legyenek. Tiszteld otthonodat s a földet, melyen élsz, hogy gyermekeid is hosszú életet élhessenek rajta. Búss sorsodért, ne vádold nemzeted, kit úgy tűnik, Isten is otthagyott. A látszat csal, Isten ma is a régi. Te hagytad őt el, te és a többiek. S amíg vissza nem zarándokoltok hozzá, s a múlt hibáit le nem törlitek, magyar földön nem lesz új Magyarország. Gaz és szemét nem terem nemzetet. S a gyűlöletet nem mossa le semmi, csak az összetartó, igaz szeretet. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vagy szeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem te szent, te kárhozott, te drága. A magyar szabadság szentjei, az aradi 13-ak. Eredeti dokumentumok levelek alapján összeállítva. Aulik Lajos, 56 éves. Magyarul nem tud, de a magyar alkotmányra tett esküjét megtartja. Szerény, nyugodt, határozott ember. Szigorú és igazságszerető. Nem csak a legkiválóbb, de a szabadságharc legrokonszenvesebb egyénisége. Damjanics János, 45 éves. Hatalmas termetű, Herkules erejű. Az ő győzelmeivel Szolnokon kezdődik a sikeres tavaszi hadjárat. A harctéren józan, személyes vitézségével a rábízott feladatokat mintaszerűen oldja meg. Dezsőfi Arisztid, 47 éves. Első házassága szerencsétlen. Felesége, gyerekei rendre meghalnak. Második házasság kötése után nyomban táborba kell szállnia. Dembinszki szegedtemesvári visszavonulásakor igyekszik fedezni a menekülőket. Nem akar ifjú feleségétől elválni. Ezért nem szökik Törökországba. Kazinczy Lajos, 29 éves, jó szervező, vitéz hadosztályparancsnok. A Nagysalai csatában tünteti ki magát. Kis Ernő, 50 éves, részt vett a szerb felkelők elleni csatákban. Később adminisztratív feladatokat lát el a főparancsnokságon. Nem tartozik a jó hadvezérek közé, de mindvégig kitart a szabadságharc ügye mellett. Császári csapatok ellen fegyveresen nem harcolt. Knézics Károly, 41 éves. Horvát származású, képzett, szorgalmas tiszt. Példás rendet tart és mintaszerűen gondoskodik katonáiról. Komáromnál kitünteti magát. A vágmenti harcokban tétovasága miatt szenved vereséget a sereg. Láner György, 54 éves, közmegbecsülésnek örvendő, szeretetreméltó családapa. Ő irányítja a hadsereg felfegyverzésének ügyét. A nehéz körülmények között is lelkiismeretesen végzi feladatát. Lázár Vilmos, 34 éves, magyar örmény származású. Józan, nyugodt és bátor tiszt. Féltő szeretettel nevelte felesége első házasságából született három gyermekét. Leiningen Westerburg Károly, 30 éves. Pozsonyban élt magyar feleségével és két gyerekével. Magyar katonái lelkesedtek érte, pedig alig egy-két szót tudott magyarul. Rá és fegyelmezett csapataira mindig számítani lehetett. Lenkei János, 42 éves. Huszárezrede Galíciából szökött a haza védelmére, és ő csatlakozik hozzájuk. Májusban megbetegszik. Hangoskodó természete és mindenhol árulást cimatoló magatartása nem tette népszerűvé. Nagy Sándor József, 45 éves.
jó lovastiszt, de Vácnál és Debrecennél Görgei visszavonulásakor joggal vethető szemére könnyelműség. Pöltenberg Ernő, 36 éves, családi adatok szerint idősebb, képzett és vitéztiszt. Vezényelték Magyarországra, de letéve az esküt a magyar alkotmányra, azt komolyan vette. Apró termetű, vörös hajú, bikanyakú. Magyarul csak káromkodni tudott. Lengyel származású felesége és 3 gyermeke volt. Schweidel József 53 éves. Ő vezeti a Sándor Huszár ezredet. Mind a pákozdi, mind a sveháti csatában kitűnik. Utána betegállományba kerül. Híven követi a kormányt Aradig. Török Ignác, 54 éves, mérnök. Többek közt Komárom védelmét, Szeged sánc építését végzi. Barátságos, szelid ember. Vécsei Károly, 42 éves, más adatok szerint csak 40. A Hannover Huszár ezred élén harcol a szerbek ellen. Táborában rendet teremt és fejedelmi módon gondoskodik katonáiról. Januárban megakadályozza a magyar csapatok szétzüllését. Apja leveleivel fia ellen tüzeli a hadbíróságot, ezért is akasztják utolsónak. Részletek Görgei beszédéből az aradi haditanácson. Az ideiglenes kormány, mely elhibázott intézkedéseivel jelenlegi nehéz helyzetünkbe sodort bennünket, leköszönt. Tagjai néhány kivétellel, személyes biztonságuk felől aggódva futásban kerestek menedéket. Így magunkra maradva láthatjuk, hogy új arad előtt csatarendben áll a győzelem itt a ellenség. Pénztáraink üresek, egészen üresek. Hiányoznak a legénység ellátáshoz szükséges készletek. Mindezeket előre bocsájtva megkérdezem, megmenthetjük-e még fegyveres kézzel a hazát? Azt mondom, nem. Hősi halált hallhatunk. A túlnyomó ellenség elleni kétségbeesett küzdelemben itt-ott még kivívhatunk percnyi sikereket, de Európa két nagyhatalmának jól felszerelt hadseregével nem állhatjuk meg hosszasan egymagunk a nagyon is egyenlőtlen harcot a siker reményében. Ilyen körülmények között a fegyverletételre, mégpedig az orosz csapatok előtti feltétlen fegyverletételre szavazok. Az aradi haditanácsot a gyakorlati meggondolások mellett tudatosan vagy önkéntelenül az oroszok előtti fegyverletétel gondolata vezette. Ugyanis a világ közvéleménye azzal a gondolattal vette volna tudomásul az osztrákok előtti fegyverletételt, hogy itt egy törvénytelen lázadás elbukott, és az endülők meghódoltak a törvényes uralkodó előtt. Az oroszok előtti megadás ünnepélyes tiltakozást jelentett, elismerve, hogy a magyar hadat a túlerő leverte, de nem adott fel semmit azokból az eszmékből, melyekért küzdött. Augusztus 13. Fjodor Vaszirjevics Rüdiger tábornok Hajnaunak. Tábornok úr, sietek tájékoztatni nagy méltóságodat, hogy a mai napon Görgei önként és feltétel nélkül megadta magát. Minden vezénylete alá tartozó csapattal letette a fegyvert a parancsnokságom alatti orosz császári hadtest előtt. A magukat ekképp kényre-kegyre megadó tábornokok száma Görgeit is beleértve 11. Az egész hadtest pedig több mint 20 ezer főnyi gyalogság és lovasság 130 fogatolt ágyúból álló tüzérséggel. Ugyancsak a mai napon fogadtam két aradi hadikövetet, akik azért jöttek, hogy felajánlják Arad vár átadását. Azzal a határozott kikötéssel, hogy ez csak az orosz csapatok jelenlétében mehet végbe. Levél Damjanicsnak. Én a magam részéről kötelezem magam, hogy önt, az ön által vezényelt helyőrséggel együtt biztonságban Nagyváradra szállítom, az orosz császári hadsereg főparancsnokának tartózkodási helyére, mint ezt Görgei úrra és csapataira nézve már elrendeltem. Rüdiger tábornok. Damjanics Rüdiger leveléből joggal következtethetett arra, hogy életük nem forog veszélyben, sőt, talán nem fogják kiszolgáltatni őket az osztrákoknak. Átirat Hajnaunak, részlet. Görgei a sorozatosan elszenvedett vereségek ellenére még mindig 30 ezer emberrel rendelkezett a forradalom legjobb csapataiból, és 140 ágyúval. Védhette volna magát. Egyesülhetett volna más lázadó hadtestekkel. Sok vér folyhatott volna még, és elhúzhatta volna a háborút, amely ősszel az éghajlat miatt vészt hozó lehetett volna hadseregeinkre nézve.
Lehetetlen, hogy hálát ne érezzünk Görgei és tisztjei iránt meghódolásuk miatt. Tudom, hogy nagy méltóságod a császártól kapott teljhatalommal rendelkezik, és legyen szabad emlékeztetnem önt, hogy mennyire hasznos lenne, ha ön a császári és apostoli királyi felség nevében kegyeskednék amnestiát adni azoknak a tiszteknek és katonáknak, akik önként lerakták a fegyverüket. Paszkevics, főparancsnok. Levél Ferenc Józsefnek. Részlet. Görgei hadseregével letette a fegyvert, és kegyelemre megadta magát neked. Adjunk hálát az Istennek, kedves barátom, ezért a kedvező eredményért. Adjunk hálát neki, hogy megelégelte alattvalóink drága vérének hullását, és alkalmat ad neked, hogy uralkodó jogaink legszebbikét, a helyesen értelmezett kegyelmet gyakorolhast. Ismerem szívedet, kedves barátom. Tudom, hogy nem tagadod meg magadtól ezt az örömet. Kegyelmet a megtévedteknek. Barátot kéri ezt a számukra. Első Miklós szár. Hajnaú utasítása. A 11 lázadó főnök elszállítására 11 kocsi küldendő Nagyváradra, hogy elkülönítve lehessen kísérni mindegyiküket. Erre a célra tisztet és minden kocsi őrzésére egy gyalogost kell kirendelni. A 11 kocsi mindegyike mellé 2 lovast kell adni fedezetül. Valamennyi fogoly az aradi várba szállítandó, s itt a legszigorúbb őrizetben tartandó. Elkülönítve mindegyikük külön helységben őrizendő. Levél Radecki tábornagynak. Részlet. Nagyon boldog vagyok, hogy mindent a mi hadseregünk döntött el. Hiszen Paszkevics mindent megtett, hogy engem megverjenek, és Görgei bemben egyesülhessen. Csak saját magának kívánta a győzelmi babért. Azt követeltem, hogy minden rangú és rendű lázadót adjanak ki nekem. Beleegyezett, de egyidejűleg a lelkemre kötötte, hogy hirdessek általános amnestiát. Kitérő választ adtam. De a lázadó vezéreket fel fogom köttetni. Agyon fogom lövetni, gyökerestül írtom ki a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan kell rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Hajnaú! Az orosz fiadiszállás tisztikara mindent elkövetett, hogy a tábornokokat szökésre bírja. Többen barátilag a tábornokok szájába rágták, hogy nem őrzik őket, oda mennek, ahová csak akarnak. Az oroszok őszinte nagyra becsülést éreztek a magyar hadsereg iránt. Nem vették becsületszavukat, hogy ne szökjenek meg. Napokig őrizetlenül hagyták őket. Mikor ez sem volt elég, a foglyokat naponta más-más kastélyba szállították, alig pár katona kíséretében, felkínálva, hogy a kocsi másfelé kanyarodjon el. Arep, orosz tábornok, Görgei, az ágyhoz kötött Damjanics és törzs tisztjeik, az orosz-magyar társaság színejava a háziúr asztalánál mindig fesztelen, bizalmas, gyakran szellemtől szikrázó modorban társalogtak, szórván a legpaprikásabb adomákat, amelyeknek igen gyakran az osztrák hadsereg és annak vezetése képezte tárgyát. Szörnyű csalódás volt számukra, amikor az oroszok elvették fegyvereiket, és átadták őket az osztrákoknak. Egyszerre kétségbe ejtően tiszta lett a helyzet. Augusztus 25. Schweidel tábornok naplójából. Lépésben a várba hajtottunk. Itt pedig a hátsó vár négyszögben helyeztek el bennünket párosával. Engem Gáspárral egy nagyon szerény cellában. Mindegyikünknek egy szalmazsákot hoztak, és nyomban utána bezárták az ajtót, úgyhogy utána nem maradt más hátra, mint türelmesen és üres gyomorral elhelyezkedni és nyugovóra térni. Gáspárnak odaadtam a köpenyem, és egy málhatáskát párnának. Magam pedig a szarvasbőrömre, takaró és párna is leveredtem le. Augusztus 26. Vasárnap. Felöltöztünk. Sokat gondoltunk a reggelire, de úgy látszik, Aradon nem szokás az ilyesmi. Végül 8 óra tájban megjelent Hoviger tábornok, és erélyesen megparancsolta a porkolábnak, hogy tüstény szerezzen egy másik szobát, mert mindannyiunkat külön-külön kell elhelyezni. Északra néző,
rácsokkal alaposan ellátott szoba. Egy játékasztalka, egy kincstári ágy, és egy egykarú, három dongalábbal ellátott gyönge szék a bútorzat a cellámnak, melybe a napsugarai se reggel, se délben, se este nem sütnek be. Utasítás Hoviger ezredesnek, Arad vár parancsnokának. Megdöbbenéssel értesültem, hogy kifejezett parancsom ellenére minden rendű személyeknek, akiknek a várba való belépését teljességgel megtiltottam, a belépést mégis megengedik. Kénytelen vagyok ismételten a legszigorúbb parancsot adni, hogy a várba való belépést csak császári királyi tiszteknek engedjék meg. Hajnaú! A tábornokok megbeszélték, hogyan fognak védekezni, ha hadbíróság elé kell állniuk. Így hivatkoztak joggal arra a tényre, hogy ők nem átálltak egy lázadó hadsereg oldalára, hanem felsőbb utasításra, kinevezéssel kerültek a törvényes magyar hadsereghez. Néha akaratuk ellenére is. És hogy esküdtettek a magyar alkotmányra, tehát kötelességük volt annak szellemében cselekedni. Azért, hogy felségsértés büntettében ne mondhassák ki bűnösnek őket, egyöntetűen azt vallották, akár helyeselték a trónfosztást, akár nem, hogy nem értettek egyet a függetlenségi nyilatkozattal. Ez a józan és értelmes védekezés józan bíróság előtt megmentette volna őket. Az ő ítéletük azonban meg volt írva. Augusztus 25. Kis Ernő sommás kihallgatása. Részlet. Kis Ernő 50 éves, katolikus vallású, gyermektelen, özvegy. Ő felsége a császár megparancsolta, hogy a magyar hadsereg tegye le az esküt a magyar kormányra, és ezáltal feláldozott minket. Engem különben is jól ismertek. Ha megpróbáltam volna eltávozni, lefognak, s ha megpróbáltam volna is leköszönni, ebbe sem egyeztek volna bele. Én a rácok és a szerbek ellen felállított hadtest élén álltam. Ezek engem szinte naponta megtámadtak. Éppen ezért a helyem nem hagyhattam el. Mikor a hadseregek egymással szemben álltak, futár érkezett ő felségétől, hogy a két had maradjon állásaiban és semmit se tegyen. A magyar hadsereg még vissza is vonult, de Jelasics ennek ellenére másnap Pákoznál megtámadott minket, de visszavertük. Akaratlanul is, ilyen visszás helyzetbe kerültek, akik a hadsereg élén álltak. Schweidel tábornok naplójából. A kihallgatásom késő estig tartott. És amikor visszatértem a szobámba, az étel egészen kihűlve ott volt az asztalomon. Árpakása leves, egy csirke, egy főtt karalábéval, egy kis kalács, egy fehér kegyér, két fél icebor. Mindezt hidegen ettem meg. Aztán levelet írtam Hoviger tábornoknak, a várparancsnok úrnak. Kértem, hogy Adalbert fiam a 9. számú kazamatából időnként meglátogathasson. Csak hamar lefeküdtem, de hiába fekszik le az ember korán, ha a porkoláb és kísérői 11 óra tájban lámpával a kezükben megint belépnek a szobába és megkérdezik, nem óhajtok-e valamit. Nappal bezzeg nem sokat törődnek velünk. Ferenc József legfelsőbb kézirata Hajnaunak. Részlet. Hogy amnestiát ad a felkelő hadsereg soraiban szolgáló minden tisztnek és legénységnek, ha csak nem a hadseregemből a lázadókhoz áttépett tisztekről van szó, azaz én szándékaimnak is megfelel. Jóvá hagyom azt is, hogy az utóbbi tisztek ellen megindult a hadbírósági eljárás. Akaratom, hogy a halálbüntetést csak a legbűnösebb és legveszedelmesebb egyéneken hajtsák végre. Azokról a személyekről, akiknek a halálbüntetését végrehajtották, esetről esetre tegyen jelentést nekem. Az osztrák minisztertanács határozata még arra kötelezi Hajnaut, hogy a halálos ítéleteket megerősítésre küldje fel Bécsbe. A legfelsőbb kézirat viszont csak a kivégzések megtörténtének bejelentését írja elő. Damjanics levele feleségének. Részlet. Angyal jóságú, drága Milikém! Köszönöm a könyveket. Én szeretném tudni, hogy János átadta-e neked a pincetokot. Igaz, azt írtam neked, lexikont szeretnék, és egy pár francia szótárt, akármit, csak ne okosat. Hát,
Igen száraz olvasnivalót kerestél ki, de azért mégiscsak múlik az idő. Vettél részemre almát? Jani elküldte-e a vörösbort? Nekem már nincs, és holnap elküldöm a boros kosarat, hogy egy pár üveg vöröset küldjél. Ha a Péter pincéjében jobb vörösbor nincs, keresd valami jót Aradon, hogy holnapra legyen. Kérek egy lepedőt. Mit csinál a mama? Megmondtad neki, hogy az ő harisnyái szebben vannak csinálva, de nem olyan jó formájúak, mint a tieid. Hogy vagytok, kedveseim? Lábam már nem dagad, de ismét egy más helyen fog fölfakadni. Már türelmetlenné tesz. Mikor láthatlak? A jó foglárnak rajta kell lennie. Isten vele, drága jó Emiliám! Ezer szíves csók és üdvözlet szerető Janittól! Küldjél gyufát! Gróf Vécsei Károly pere. Hadbírói előterjesztés. Részlet. Gróf Vécsei Károly, 42 éves, katolikus vallású, nős, gyermektelen. A vádlott úr, a rácok és a velük szövetséges szerbek elleni valamennyi csatában részt vett, és saját bevallása szerint gyors egymás utánban alezredes, ezredes, majd tábornok, s egy hadtest parancsnokságával bízzák meg. Dembinszky főparancsnoksága alatt részt vett a Szolnok elleni támadásban, majd Arad körülzárolását, Temesvár ostromát vezette. Ezután Bem Erdélybe való visszavonulását fedezte, és végül a Bem által megosztott hadtest maradványaival Nagyváradra ment, megadta magát az oroszoknak. Tárgyalási jegyzőkönyv. Részlet. A vádlottak az ügyükben megtartott sommás vizsgálat alkalmával a terhükre rótt felségsértés büntettének minősülő cselekmények elkövetését beismerték, de ezt a körülményekkel kívánják menteni, hogy őket az osztrák kormány küldte ebbe az országba, kényszerítette a magyar alkotmányra való eskületételére, ezáltal akaratlanul is hamis törvényre és félrevezette. Büntetlen visszatérésükre vonatkozó kiáltvány híre nem jutott el hozzájuk. A függetlenségi nyilatkozatot a hadsereg tudomása nélkül és akarata ellenére határozták el. Aulich, én a becsület szót ugyanolyan sokra értékelem, mint az esküt. Egyáltalán nem ismertem a magyar nyelvet, ezért nem gyakorolhattam befolyást a hadsereg szellemére. Vajja? Vagyis a katonai becsülettel nem tartotta összeegyeztethetőnek, hogy elhagyja ezt a csapatot, melyben 37 éve szolgált. Láner tulajdon jó híre érdekében cselekedett így, hisz azt a szökés veszélyeztette volna. Nagy Sándor kijelentése is mutatja, milyen nagy volt a fogalomzavar. Császári csapatok is csatlakoztak a lázadókhoz, a magyaroknak tehát nem maradt más hátra, mint minden erejükkel a király és a haza megmentését segíteni. Lenkei vádlottnak nincs mentsége. Miután belekeveredett a mozgalomba, már nem tudott szabadulni, és századának szökése miatt a vizsgálattól is tartania kellett. Knézics azt hangoztatta, hogy Vécsei agyonlövetéssel fenyegette, mikor ki akart lépni a hadseregből, s ő annál inkább hagyta magát megfélemlíteni, mert vagyontalan volt és családját el kellett tartania. Gróf Leiningen rágalomként elutasítja, hogy több osztrák foglyot a budai helyőrségből lemészároltatott. Nagy Sándor vádlott, aki ugyancsak részt vett Buda megrohanásában, szintén visszautasította ezt a Leiningen elleni vádat. Damjanics. Őt a politika nem érdekelte, és az volt a véleménye, hogy igaz ügyet védelmez. Amikor értesült a tulajdonképpeni helyzetről, már nagyon bele volt bonyolódva a dolgokba, és nem tudott szabadulni. Előterjesztés Ferenc Józsefnek. Felséged, a mellékelt jegyzékből méltóztassék legkegyelmesebben tudomásul venni, hogy az említett felkelő főnököket milyen ítélet sújtja. Kis Ernő, Láner György, Dezsőfi Arisztid, Lázár Vilmos, Lőpor és Golyó általi halálra, Gróf Vécsei Károly, Török Ignác, Aulik Lajos, Svejdel József, Nagy Sándor József, Pöltembergernő, Gróf Leiningen Károly, Damjanics János, Knézics Károly, Kötél általi halálra, Gáspár András kapitány 10 évi várfogságra, valamint Gáspár kivételével, valamennyien minden ingó és ingatlan vagyonuk elkobzására ítélve. Hajnau! Damjanicsné leveléből részlet. Kelt 1903-ban. Egy katona 11 órakor jelentette, hogy feljebb valója üzeni, hogy azonnal menjek a várba férjemhez.
Jó jelnek véltem, örömmel mentem azonnal. Midőn beléptem a börtönbe, csodálkozva láttam egy katonaőrt a szoba közepén állni. Mi ez? Kérdém. Síralomházba jöttél. Holnap kivégeznek. Lerúgytam az ágya előtt, alig tudtam magamhoz jönni. Rövid idő múlva figyelmeztettek, hogy válnunk kell. Rettenetes volt. Utolsó percben kért, ígérjem meg, hogy másnap 6-án szobámat nem hagyom el. A küszöbre érve felkiáltott. Emília! Visszanéztem, könnytelt szeme éles kétségbeesés kifejezésével nézett. Visszafordultam feléje, szó nélkül intett kezével. Menjek! Kitántorogtam Lánér szobájáig, ott is a végbúcsú jelenetét láttam. Az apa búcsúzott feleségétől és 5 éves gyermekétől. Lánernéval kocsiba ültünk. Gáspár András kapitány emlékeiből. Olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet, mintha csupa dicséretet olvastak volna fel előttük. A kihallgatásoknál, mikor még reméltek, hogy javítanak sorsukon, talán szelídnek mutatkozának. De most mindegyik egyszerre úgy megkeményedett, mint a gránit szikla. Én napokig úgy éreztem magamat, mintha valami mocsok esett volna rajtam, hogy nem valók közöttük. Baló Béni református lelkész visszaemlékezéséből. A lelkészek sietve öltöztek és mentek a várba, hol őket a 13 elítélt szobáiba vezették. Most tudták csak meg, mi szörnyű dolog készül, s mélyen megrendülve alig bírták hivatásukat elvégezni. A tábornokok mély megilletődéssel fogadták vigasztalóikat, kik miután a rájuk bizottakkal egyelőre végeztek, mind átmentek Damjanics meglátogatására. Délután 5 óráig voltak a papok a halálra szánt áldozatoknál, ekkor azon ígérettel távoztak, hogy még az éjjel visszatérnek. Hoviger várparancsnokhoz mentek írásbeli engedélyért, hogy szabadon bejöhessenek. Na, hogy vannak a pacienseik? Kérdezte a tábornok durva gőggel, és annyira tetszett neki ez az otromba vicc, hogy 2-szer is megismételte hozzátevén, hogy még csak 1-szer kell velük bajlódniuk. Az áldozatok asztalkáira a profosz berakott 2-2 gyertyát és egy feszületet. 13 síralomház volt október 6-ára virradó éjjel a várban. Az éj az utolsó intézkedésekben telt el, mindegyik áldozat hátra maradottjai felől rendelkezett, búcsúlevelet írt, melyet csak a vadak olvashatnak el könnyek nélkül. Damjanics imája. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-ről 6-ra virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgass meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet. Te vezettél atyám a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábalni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd ma mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon, kegyes elfogadtatást találnom. Ámen. Damjanics Emiliának vigasztalásul. Leiningen levele feleségének, részlet. Egyetlen, utolsó leheletemig szeretett Lizám. A kocka eldőlt. A halál nem volna rettenetes rám nézve, ha egyedül állnék. A csapás nem ért készületlenül. Tudom, hogy vérezni fog a szíved,
de a gyerekek iránti kötelességéd érzete meg fogja enyhíteni fájdalmadat, és nem sok idő múlva eleve másomat láthatod majd Áronunkban, aki annyira hasonlít rám. A gyerekek még meg vannak kímélve a fájdalomtól, és ez jól van így. Ők a te szavaidból fogják megismerni apjukat, és kimondhatná meg nekik jobban, mint te, hogy apjuk, bár emberi törvények elítélték, szívében becsületes ember volt, aki meggyőződésért halt meg. Rövidre van szabva az időm. A levelet nem sokára át kell adnom. Édes, drága Lizám, gyermekeim, éljetek boldogan. Nem sokára kiszenvedek. Még egyszer, köszönet hű szerelmedért, mindenért, amit értem tettél. Istenem, Istenem, nem bírom tovább. Isten veled, életem, mindenem. Holtik hű Károlyot. Hajnalodott kelet felől. Október 6-nak reggel 5:30 órája volt. A bécsi forradalom kitörésének évfordulója. A régi rendszer fejét, Latour, akkori osztrák hadügyminisztert lámpavasra akasztotta a nép. Erre az évfordulóra hagyta Hajnaú ítéletének végrehajtását. A katonák lassú, ütemes lépése mind gyakrabban és szomorúbban valahallható. Összevegyülve néhány bajonett csörömpölésével, melyek egymáshoz ütődtek a sötétben, s a tompa ágyuk dühöngésével, melyeket visszahúztak a lőrésekből, hogy a lomha kazamaták felé fordítsák. A tisztek keresztbetett kézzel sétáltak a rezgőfényű lámpák előtt, míg a közemberek hallgattak, s a félhomályban valami ismeretlen használatra szánt, nehéz gerendákat szállítottak. A hóhérnak nehéz dolga volt. Az oszlopszerű bitófákat gondosan ki kellett ékelni, és mélyre kellett ásni, mert a talaj nagyon vizenyős volt. A katonai ébresztő elharcsogásakor minden áldozat teljesen készen volt utolsó útjára. Utriha a főporkoláb két más porkoláb kíséretében megjelent Dezsőfi, Kis, Lázár és Vejdel szobájában, s őket az udvarra kivezette, hol már a zászlóalj díszben ott állott. Az egész várőrség talpon és fegyverben. A falakra felvont ágyuk mellé égő kanóccal állottak ki a tüzérek. A négy vezér némán szorított kezet egymással. Baló, Bardóc, Marsot és Winklerrel készek egy-egy elítélt elhaladtak. A vértanúk egymás közt beszélgettek. Dezsőfi mély megvetéssel beszélt hangosan a németekről. Mentünk karonfogvást, lassú léptekkel a vár hátsó kapuja felé. Egyszer a sáncok közé kanyarodánk, s ott megállapodánk. Mi bevégezzük velük egyetemben a közös imát, s következett az ítélet fölolvasása. Hajnaú megkegyelmezett a négy elítéltnek. Agyon lövette őket. Ez volt Hajnaú kegyelme. A négy tábornokot 5-6 lépésnyire egymástól a téglával falazott sánc elé állították. Nem egyenes vonalba, hanem mint egy elnyújtott ívben úgy, hogy középen a sánchoz legközelebb Dezsőfi és Kis álltak. Minden tábornok elé 3 gyalogos állott, 2 a szívre, 1 a fejre célozva. A profosz, ősi szokás, illetve előírás szerint kezében vékony fekete pálcát tartva előírásosan 3-szor kírte a pardont külön-külön mind a 4 tábornok fejére. Hangja vontatottan és éneklő módon hangzott, mindegyik kérés hangosabban, mint az előbbi. A válasz 4-szer egymás után szintelenül hangzott. Bei Gottes pardon, Istennél van a bocsánat. Schweidel kezében feszületet tartva így szólt lelki vigasztalójához. Tisztelendő úr, íme itt ezen feszület, melyet mindenkor még a harcok zajában is magammal hordoztam. Kérem, adj át a fiamnak. De azonnal visszavevé, mondván. Kezem között akarom tartani,
úgy vele meghalni, s miután meghaltam, ne írtózzék kezeimből kivenni, s a fiamnak átadni. Schweidel nem engedte, hogy a profosz szemeit bekösse. Az kétszer megkísérelte ezt, de a tábornok mindkétszer lerántotta a nyakáig a piszkos sárgásbarna kockás parasz zsebkendőt. Kis Ernő alacsony termetű ember volt. Zsebéből vadonatúj selyemkendőt vett ki, s azzal saját maga kötötte be szemeit, aztán kabátját levetve jobb térdre ereszkedett, mint egy imádkozva várta be a halált. Fején kifogástalan paróka volt. Egy hadnagy vezény szava hangzott, mire Tihi tüzet vezényelt. Schweidel egy hosszú percig egyenesen állott, aztán rogyott össze. Vére hangos budgyarással ömlött. Lázár nyögve csak ennyit mondott, én Istenem, szegény nőm. A három tábornok arcra bukva feküdt. Kis vállát érte a golyó. Zihálva, kínlódva talpra állott. Tántorogva nyújtva karjait az ég felé, két olyan mozdulatot téve, mintha valami felülről lefelé rángatná. Hát én, rólam elfeledkeztetek? Egy altiszt hozzáugrott, és közvetlen közelről főbe lőtte. A tábornok hanyatt esett. Mivel a lövés légnyomása is ellökette, jobb lábát térdben maga alá törve. A közeli lövéstől parókája meggyulladt, és lángolva repült a fal tövébe. A négy holttest ott maradt a sáncban. A papok és a katonák visszatértek a várudvarra. A legmélyebb szomorúságban nyitám föl a reám várakozó nagy Sándor József ajtaját. Kimentünk a jelölt helyre, s vártuk, hogy mindnyájan odaérkeznek. Jöttek is egymás után, és barátságosan üdvözlik egymást. Ők nagylelkűen és katonailag nyugodtak. Utolsónak érkezett Damjanics, kinek törött lábán még a súlyos láncot is kellett cipelnie, csak mások segítségével bírt lejönni az emeletről. Számára egy ronda szemetes kocsit rendelt ki Hóviger tábornok. Egy becsületes tiszt két baka által a kocsira akarta emeltetni, de e percben Hóviger szigorú parancsa tiltotta meg. Sintérlegények végezzék azt! Damjanics erre nagy felhevüléssel ellökte magától a bakát. Félre, hóhérlegények! És meglátva a hóhért, oda kiáltott. Jöjjön ön, hóhér úr! Az odajött hóhérnak, mint egy ismert barátjának, nyakát körülfogta, és ránehezedve a kocsira ült. Jöjjön ide mellém! Ön ma az én legjobb barátom! És újból átölelte. Mire a kocsi már a rájuk várakozó tábornokok felé indult. Nagy Sándor üdvözölte Damjanicsot, és bevett szokása szerint jó reggelt kívánt mondván. Nem, de megmondtam, hogy akasztófára vezet bennünket Görgei, mire Damjanics válaszolá. Nem hittem, de most már belátom, hogy igazad volt. Pöltenberg végignézett társaim. Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. Az áldozatok hadsorjába mentek lelkészeikkel. Köröttük a katonaság, hadbírák, porkolábok. A tábornokok Fekete Attillát viseltek, az egy Leiningen kivételével, kinek meghagyták honvéd tábornoki ruháját. Mind a kilencnek kezelába meg volt láncolva, a láncokon súlyos lakat. Aztán elindult a világ leggyászosabb menete, ki a várkapun, a Zsigmondházi mezőre, az újjaradi országúton. Balra kanyarodánk, és azonnal észrevettük a vár déli oldalán fekvő nyílt téren a számunkra kijelölt kilenc oszlopot, melyre Vécsei megjegyezte. Hát ilyen akasztófát készítettek számunkra. Egyszerű, nem túl magas tölgyfacölöpök, mire Nagy Sándor gúnyosan viszonzza. Hadd el, barátom, ez a legjobb és legcélszerűbb. A katonaság négyszögbe vette körül a bitókat. Tihi őrnagy előrendelte Zimmer hadbírót, s még egyszer felolvastatta vele az ítéletet. Aulich tiltakozott az ítéletben foglalt hazugságok ellen. Utria a porkoláb előlépett, és a szokásos módon háromszor kegyelmet kért az elítélteknek. Tihi állandó válasz ez volt mindannyiszor. Istennél a kegyelem. Most a porkoláb Pöltenberghez lépett, tisztelgett előtte. Kérem, kapitány úr. Kulcsával megoldta a lakatot, a lánc lehullott.
Hültenberg egy pillanatnyi haladékot kért, odalépett bajtársaihoz, és sorba csókolta őket. Aztán a bitófa alá lépett. Fölállott a zsámolyra. A hóhér a kötelet a nyakára teszi, s a vasszögre hurkolja. Az egyik privé kikapja a zsámolyt Pöltenberg alól. A másik kettő teljes erővel húzza lefelé két karját, és rákapaszkodik, hogy kinyújtsák a felakasztott testet. A hóhér erőlködik, hogy az áldozat nyakát kitörje. Azonban Pöltenbergnek igen izmos bikanyaka volt, s a hóhér sokáig vesződött vele, míg végre célt ért. A haláltusa hosszú és szörnyű volt. Végre elvégeztetett. A hóhér szalutált az őrnagynak. A porkoláb az öreg török tábornok elé lépett. Kérem, ezredes úr, megoldja láncát, eközben török fejéről lehull a paróka, mely kopasz fejét fötte. A hideg őszi levegőtől az ak katona sírógörcsöt kapott. Nem szégyeli magát? Sírni itt, mint egy gyerek? Kiáltott rá Tihi alulról. Török kiegyenesedett, befödvén fejét így szólt. Szégyelje magát ön, hóhérlegény. És ezzel büszkén ment a bitó alá, miután bajtársait előbb sorban megcsókolta. Amint a kötelet a nyakára tették, szív-szélhűdés érte, s mint halottat kötötték fel. A harmadik áldozat Láner volt, ki nagy lelki nyugalommal halt meg. Knézics Károly eddig folyton imádkozott magában. Ő volt az egyetlen, ki szemüveget viselt, s ez leesett szeméről, mikor a porkoláb őt rendelkezés szerint odataszította a hóhérlegényekhez. Knézics utána hajolt, hogy fölvegye. Hagyja ott! Rivalt rá Tihi őrnagy. Lát maga az akasztófán úgy is! Knézics megvetőleg nézett rá, és fellépett a zsámolyra. Nagy Sándor József válligérő fekete haját megrázva így szólt németül. Egy kevéssé félre akarok menni. Mire két közlegény három lépésre a karrén túlvezette. Alkalmasint ez az idegállapottal magyarázható életjelenség. Aztán így szólt a hóhérhoz visszajövet. Én erős vagyok, és nagyon kemény a nyakam. Végezzen velem minden erejéből, hogy ne kínozzon meg engem. Kezet fogott Aulikkal, Damjaniccsal és Vécseivel, eldobta szivarját. Hodie mihi, krász tibi, ma nekem. Holnap neked, mondá. Éljen a haza! Kiáltással lehelte ki lelkét. A porkolába sorrendet megnézvén a cédulán a tábornoki ruhában lévő Leiningen elé lépett. Kérem, gróf Leiningen tábornok úr, mondá udvariasan. Mit, gróf Leiningen tábornok úr? Leiningen százados, semmi más! Kiáltott rá Tihi dühösen. Midőn kezéről a vas levétetett, egy pár szóra a vezénylő parancsnok engedelmét kérte, mit megnyerve egész lelke éberségével így szólt. Csak most, későn esett tudomásomra, hogy a hírlapokban felőllem azon hírszárnyal, mintha én Budavára bevételénél az osztrák tiszteket orozva legyilkoltattam volna. Nekem most többé ezt megcáfolni alkalmam nincs, de itt az utolsó percben, Isten szabad ege alatt, a jelenlevők előtt, midőn mindjárt az Isten ítélőszéke előtt állok, a felőlem terjesztett hírt ünnepélyesen alacsony rágalomnak nyilvánítom. Damjanics a szekérről közbe kiáltott. Beszélhetsz ezeknek, hadd abba, Károly! Tihi őrnagy intett a dobosoknak, azok belevágtak dobjukba. Leiningen, amelyik hátramaradt társaktól, tőlük végbúcsút véve indult, kísérve, mint kívánná, lelkészétől. Damjanics felé fordulva így szólt. Isten veled, kedves atyám! Az feleli. Isten veled, fiam! Nem sokára követlek. A hóhér felkapta Leiningent a bitóra. Isten veletek, bajtársak! Nem sokára egy más ítélőszék előtt fogunk állni, hol hiszem, igazságosabban fognak ítélni fölöttünk. A privékek belekapaszkodtak. Damjanics látta, hogy sírok, így szólt. Mit sír, tisztelendő barátom? Hisz, akit a kezében tart, az is az igazságért akasztatott fel. A magas termetű Leiningen lába leért a földre. A hóhérlegények erőlködtek. A mester csavargatta az áldozat nyakát jobbra-balra, míg végre nagy tusakodás után sikerült őt megfojtani. A lelkészek elfőtték arcukat, és térdre borulva imádkoztak. Damjanics a kínzás láttán odaszólt Tihinek, kivel egykor egyezredben szolgált. No, te is sokra vitted, hóhérlegény lett belőled.
T mérgesen csapott lovára és közelebb lovagolt a Bitóhoz. Gyorsabban végezzen, kiáltott rá a hóhérra. A hóhér mentegetődzött, ekkor már Aulik lépett a hetedik akasztófa alá. Az öreg katonával gyorsabban végzett a bakó. Utriha most Damjanichoz közeledett. Damjanich megvetőleg nézett rá. Azt gondoltam, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig elől voltam. Kocsijáról lekerülvén nyakkendőjét kezembe adá. Mondja meg nőmnek, hogy ezt nem a hóhér oldotta le nyakamról. Ez vígaszára lent imádott Emiliámnak. Nehéz és terhes járásában segélyre akartunk lenni, de mondá. Adják el, úgysem soká van szükségem a lábomra. Megpillantván egy kapitányt, kinek nagyon észrevehetőleg könnyednedvesíti szemeit feléje fordult. Éljen, kapitány úr! Úgy látszik, rokon szemvel viseltetik irányunkban. Tartsa Isten, hogy a rendfokozatokban minél előbb haladhasson. Vécsei, aki eddig egy szót sem szólt, és eddig nyugodtan nézte végig a többiek kínos halálát, s oly figyelemmel kísérte, mintha csak tanulmányozni akarná, sorra követte a hóhért egyik Bitótól a másikig. Most oda sietett Damjanichoz, és többször megcsókolta, amíg a porkoláb a láncokat szedte le. Aztán a pribékek megragadták őt. Ó, lassan! Szólt Damjanich. Nálam nélkül úgysem mentek semmire. Aztán Vécseihez fordult. Isten veled, öreg barátom! Isten óvja meg a hazát! A haza ügye szent volt, s a mi halálunk új erőt ad neki. A Bitóalálván felsegítették a zsámolyra. Egy fejjel magasabb volt a Bitófánál. A hóhér zavarban volt, s utasításokat adott legényeinek, hogy a lábait hogyan kapják föl, majd midőn a test zuhan a zsámolyról. Vigyázzon a szakállamra, mondta Damjanich. Arra mindig kényes voltam. A hóhér kíméletesen köté meg a hurkot a hatalmas, izmos nyakon. Egy intésre a pribékek kikapták a zsámolyt Damjanich alól. Szegény Emiliám, éljen a haza! Kiáltotta. Törött lábát térdben akarták hajlítani a pribékek, míg fönn a mester kínlódott a szilárd nyakcsigolyával. A vértanú iszonyan szenvedett a pár perc alatt, mert este, hol összerándult, hol meg kiegyenesedett. Gróf Vécsei Károlyra került sor, akit a családja sem siratott. Akinek apja azt üzente, ők mennek, hogy a fiamat kivégzik, megérdemli, miért már részelt a császár ellen lázadni? Vécsei az előbbi látványon egészen megzavarodott, és mikor a porkoláb eléje lépett és láncait leoldá, körbefordult, keresve kit csókoljon meg, mint ahogy őt sorba csókolták kivégzett társai. Majd hirtelen odalépett Damjanichoz, és annak lelógó két kezét többször megcsókolta. Gróf Vécsei, főnemes, aki még januárban összeszólalkozott Damjanichsal, és hónapokig nem is köszöntek egymásnak. Most kezet csókolt a bárdolatlan szerb katonának, a halottnak. Vécsei fekete Attila fölött sötét-zöld felöltőt viselt, melyet leöltvén marsot lelkésznek nyújt át amakéréssel, lenne szíves azt nejének átadni emlékül. Aztán felállt a zsámolyra. Hosszú haláltusa után a hóhér fülét Vécsei mellére tette és hallgatózott. Még teljes percig működött a vérthajtó szív, növelve a kivégzett kínjait. A bakó a végrehajtó őrnagy elébe járulván mondá, nem, de jól teljesítettem kötelességemet. Az őrnagy válasz a lőn, emberileg. A kilenc oszlopon kilenc tábornok. Köztük Leiningen, honvéd tábornoki öltönyben függve. Nem volt szem, mely a borzasztó jelenetre nem könnyezett. Jelentés Hajnaunak. Magas parancsának mindenben eleget téve, legmélyebb tisztelettel felterjesztem nagy méltóságodnak a végrehajtási záradékkal ellátott haditörvényszéki ítéleteket, azzal a legalázatosabb megjegyzéssel, hogy a vádlottakon a halálbüntetést ma hajnalban végrehajtották, s az elítéltek közszemlére való kitétele a mai napon megtörténik. K. Ernst hadbíró. A szentpétervári osztrák nagykövet jelentése az osztrák miniszterelnöknek. Részlet. Hercegem,
Be kell számolnom egy kínos beszélgetésről, amelyet Neszelrode gróf urral folytattam. Magához hivatott és azt mondta, hogy a cárt érzékenyen érintette a Magyarországon történt számos katonai kivégzés, és hogy személyes érzéseiben érzi sértve magát, mert a szigornak ezeket a megnyilatkozásait éppen azokkal az egyénekkel szemben gyakorolták, akiknek érdekében a császárnak kegyelmére appellált. Majd hozzátette, ennek az incidensnek kellemetlen következményei lesznek a két kormány jövőbeni kapcsolatára. Értésemre adta, hogy politikai hibát követtünk el, megsértve legjobb szövetségesünket és még ellenségesebbé téve egy népszellemét, amelyet inkább engesztelni kellett volna. Szentpétervár, október 20. Kazinczy Lajos perének kihallgatási jegyzőkönyvéből. Széphalmi Kazinczy Lajos, 29 éves nőtlen. Ha nem is volt tábornok, önnön vallomásából kiderül, hogy önálló parancsnokságot viselt, és Magyarország északi részében síkra szállt ő felsége és szövetséges csapatai ellen. Állítom, hogy a szerencsétlen függetlenségi nyilatkozatig állandóan abban a hiszemben voltam, hogy a királyügyét szolgálom. A tábornok élte, a forradalmi kormány céljai, szándékai és intrikái idegenek voltak számomra. De nem is kívánom igazolni magam. Osztozni kívánok bajtársaim sorsában. Csak azt nem akarom, hogy annak tartsanak, ami nem voltam. Ez az egyetlen, amit igénybe venni bátorkodom. Haditanácsba sohasem vontak be. És soha hadtestet nem vezényeltem. Visszaemlékezés Lenkei Károly látogatásáról öccsénél. 15-20 kisebb-nagyobb seb, melyek részint felfekvés, részint, mikor dühöngött, a katonák puskatusai és szuronyai okoztatván, gyógyítás nélkül vérzettek és genyhettek a hideg, fűtetlen, ablak nélküli szobában. Két orvos is látogatja, de nem azért, hogy súlyos bajából kigyógyítsák, hanem azért, hogy vitatkozhassanak afelett, hogy valóban őrült-e az ítélet miatt. A szobájában a víz, valamint minden más folyékony anyag megfagyott, eléggé tanúsította, hogy az ember így kínos helyzetben eszénél nem lehet. Szegény, szeretett öcsém! Bajtársaid, akik előre mentek, dicső halált haltak, s te e rejtekben nyomtalanul, így kutya halállal kell, hogy kimúj. Jelentés Hajnaunak. 1850. február 9-én az itteni várban őrzött, megtébolyodott és az orvosok által már régen reménytelen esetnek ítélt Lenkei János lázadó vezér végre halál útján fogyatékba jutott. K. Ernst, törzs hadbíró. A vértanúk sok-sok évtizedig jeltelen sírban feküdtek ott, ahol megölték őket. Hiába keresték a holtakat csökönyös makacsággal azon a helyen, ahol 1881-ben a dráma színhelyétől jóval távolabb, tévesen emlékoszlopot állítottak számukra. Csak 1913-ban, s jóval később 1932-ben árvízvédelmi munkák során véletlen folytán kerültek elő a csontok a hatóságok zaklatásától kísért ásatások alkalmával. És még ekkor sem kaphatták meg a méltó végtisztességet. Minden ceremónia nélkül a legnagyobb titokban tértek nyugovóra a csontokat őrző ládikák. Mi magunk a vértanúk nevét sem nagyon ismerjük, és sokszor nevüket is tévesen írjuk. A vértanúk közül csak Lenkei János sírja van Magyarországon, akit 1936-ban áthoztak az aradi temetőből szülővárosába, Egerbe. Ha te is érzed a veszteség nagyságát, ne feledd a gyászos napokat, melyen legjelesebbjeinktől kellene megválnunk. Ó, ne feledd, hogy Arad 1849. október 6-án nagyszerű veszteségek és fájdalmak színhelye vala. Winkler Bruno, Minorita szerzetes. Megenyhült a lég.
Vídul a határ, s te újra itt vagy, jó gólya madár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kiköldhess pejhes magzatod. Csak vissza, vissza, meg ne csaljanak csalárnapsugár és síró patak. Csak vissza, vissza, nincs itt kikelet. Az élet fagyva van, s megdermedett. Ne járj a mezőn, temető van ott. Ne menj a tóra, vértől áradott. Toronytetőkön nézvén nyug helyet. Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhurcolkodol, de melyeken tudsz fészket rakni, hol kétségbe esés ne hallanál alul, s nem félhetnél az ég villámitól. Csak vissza, vissza, Délszigetje vár. Te boldogabb vagy, mint mi jó madár. Néked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Repülj, repülj, és délen valahol a bujdosókkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. Sokra sír, sokra vak börtön borul, kik élünk, járunk búsan, szótlanul. Van, aki felkélés sírván megyen újhont keresni túl a tengeren. A mennyasszony meddőségért eped, szüle nem zokog holt magzat felett. A vén lelke örömmel elterik, hogy nem kell élni már sok ideig. Beszéld el, ó, hogy gyalázat reánk. Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk, a kidült fában örlő szúlakik, a honfi honfira vádaskodik, testvért testvér, apát fiú elad. Mégis, ne szóljon erről ajakad, nehogy ki távol sír a nemzeten, megutálni is kénytelen legyen. Vajon fölébred valahára a szolga népek bábele? Egy zsibbat vágyból miért nem lesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar, olá, szláv bánat mindigre egy bánat marad. Hiszen gyalázatunk, keservünk már ezer év óta rokon. Miért nem találkozunk süvöltve az eszme barrikádokon? Dunának, Oltnak egy a hangja, morajos, halk, halotti hang. Árpád hazájában jaj annak, aki nem úr és nem bitang. Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot, mi elnyomottak, összetörtek, magyar és nem magyarok? Meddig lesz még úr a betyárság? És pulyahad mi milliók? Magyarország népe, meddig lesz kalitkás seregély fiók? Bús koldusok Magyarországa, ma se hitünk, se kenyerünk. Holnap már minden, a miénk lesz, ha akarunk, ha merünk. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Küzdelmet, fájót, véges végtelent. Születni nagynak, bajban büszke hősnek, de döntő harcra nem elég erősnek. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig vessünk, de mindig hiába. Hogy amikor már érik a vetés, akkor zúgjon rá írtó jégverés. Bágyattan tűrni furcsa végzetünk, mely sírni késztető tréfát üz velünk, s mert sok bajunkat nincs kín megtorolni, egymást vádolni, egymást marcangolni. Én népem, múltba vagy jövőbe néz, magyarnak lenni oly bús, oly nehéz. De túl minden bún, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, viselni sorsunk, ahogy megvan írva.
lelkünkbe szív a magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök honszerelmét. Féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökkön, örökre.